Ez egy nagyon finom bencés apátsági diólikör, apátsági recept alapján. Egy kedves szimpatizásunk. Várjál, mutassuk meg majd mindjárt. Hogy? Jó. Mit mutassunk meg? Tehát a kedves nézőknek azt, hogy milyen kiváló köszönési módot tudunk javasolni, ugyanis a vármegyés köszönés, a vármegyés készfogás, az kimondottan járványkompatibilis. Szervusz. Na, Isten. Isten. Sok egészséget mindenkinek. Jegyezzük meg kinek, kié volt a pohara. Na tehát, akkor a mai témánk koronavírus. Azért nehéz téma, mert már ez ömlik a csapból is, és egyáltalán szóba került, hogy beszéljünk erről, ne beszéljünk erről, adjunk ki közleményt. Amikor már adásba kerül ez a felvétel, akkor már egyébként kiadtunk egy közleményt. El is mondjuk mindjárt, hogy micsodát, erről fogunk beszélgetni. Kicsit azért az egész helyzetet átrágva, a nyilatkozatokat és mindenféle média megjelenésekre reflektálva, hát azért szomorúnak tartom, hogy nagyon sokan egyszer erre ráültek erre a témára, és mint egy vitetik magukat vele, és nulla mondani valóval csak megszólalnak, aztán persze. Jönnek a lájkok. Persze. Szóval tulajdonképpen a mai modern politikában nincs olyan, hogy az ügy szentsége, meg az ügy fontossága. Itt minden ügy politikai ügy, ami szavazatokat ér, vagy legalábbis áhított persze. Szavazatokat ér. Tehát az a igazából természetszerű mechanizmus a mai modern politikának, hogy a világon az összes kormánynak érdekében áll eljátszani azt, abban a szerepben tetszelegni, hogy ők az urai a helyzetnek, kiválóan tudják uralni a helyzetet, a katasztrófa helyzetet, mindent megtesznek, az összes embert megvédik, stb. És közben, igen? Miközben ott van az ellenzék, aki pedig abban érdekelt, hogy azt bizonyítsa be, hogy a kormány alkalmatlan, nem ural a helyzetnek, és egyébként, nem ha nem is lenne indokolt, most a koronavírustól függetlenül mondjuk, kihangsúlyozott, tehát függetlenül a helyzettől, tehát ha nem is lenne indokolt bevezetni mindenféle különleges jogrendet, mert mondjuk úgy döntenek a kormány szakértői, meg a kormány, az ellenzék ugye ebből a természetéből belehajszol, és ki eszközöli, ki kényszeríti, és nyilván most mi ebben a helyzetben nem is tudjuk megítélni egyébként, hogy ez szükséges vagy nem szükséges. Most itt a tárgyalás. Bár egyébként minden ember nagyon hatalmas, maximális doktori szintű virológusnak képzeli most már magát, azért mert elolvasott 3 cikket. Igen, tehát ismerjük ezt. De szóval így megy a társadalomnak a hiszterizálása, a brutális pánikkelt. Hát meg ez a média felül tematizáció folyamatosan. Persze, aztán rajtunk csapódik le, ezért van az, hogy bemegyünk a boltba, ki van fosztva, nem kapni semmit. És azt látom, pont tegnap jött szembe egy olyan Facebook megosztás, hogy le volt írva, hogy nem tudom én melyik gyógyszert nem szabad szedni. Ja, igen. Mert ibuprofen vagy... Az ibuprofen tartalmút, csak aztán, a paracetamol tartalmút. Igen. Majd valaki beírta, hogy hoax.hu egy komoly, hogy ez egy hoax. Jó? Igen. Közben kiderült ellenben, hogy ez egy mégse hoax, mert hogy egy francia... Egészségügyminiszter. Igen, aha, tehát egy minisztériumi szintről kitette, egy szakértője. Plusz akkor cikk jelent meg, ami az Indexen például, ami azt írja, hogy nem tudjuk. Tehát erre is azt mondani, hogy nem tudjuk. Igazából az egész médiának olyan a működése, hogy nem lehet megállapítani, hogy mi az a hiteles forrás, mi nem hiteles forrás, mert már bárki írhat cikkeket, indíthat egy hírportált, vagy akár egy vlogot, úgyhogy kiül ide a természetbe. Persze, és akkor nyomja. Tulajdonképpen hitkérdése minden, mint egyébként persze. A tudomány is, meg a világon minden. Itt is az a hitkérdése. Mit hiszek el? Azt hiszem el, hogy ez a vírus aztán tényleg a világ legnagyobb fene gyereke, és le fogja tarolni az emberiséget, vagy azt hiszem el, hogy ez az egész igazából csak egy média hoax. És mi tudjuk, hogy a tudatnak mekkora ereje van, egyébként lehet, hogyha valaki el is hiszi, hogy mekkora ereje van, akkor lehet, hogy bőn neki kampec. És aki meg olyan magabiztossággal megy hát bele igen, egy ilyen helyzetben, lehet, hogy túlélni. Nyilván most nem azt mondom, hogy akkor mindenképpen próbáljuk meg elkapni és tesztelni a saját hitünket ezáltal, mert ugye van olyan, hogy kísértés is, tehát hogy ne kísértsük az urat feleslegesen, és nyilván most akkor átér, hogy a konkrét helyzetre valamennyi óvintézkedés óvatatlan, hogy van ilyenkor szükséges, nyilván azért, hogy az időseket megvédjük ebben persze, a helyzetben, igen, mert ránk, ugye 20-as, 30-as éveiben járókra valószínű nem annyira veszélyes, bár ezt sem tudjuk százalékig. Hát nem teljesen bizonyított, de valószínűleg... Gyere lány, csak te is szerepelni akarsz. Mi kifeküdjük 5-6 nap alatt, aztán semmi bajunk nem lesz. Igen, na de hogy mit lehet tenni így
mondjuk a nemzeti oldaliként, vagy akár konkrétan a HVM szervezeteként, illetve hogy miért nem adtunk ki közleményt, mert egyrészt ez pont az a helyzet, egy különleges jogrend van, ilyenkor a legbölcsebb követni egyszerűen a hatósági utasításokat. Most akármennyire kispolgárian hangzik, hogy na, lefeküdt a közökhűs a hatalomnak, majd írják itt ilyen posta imrések. Igen. Nem hiszik el, hogy mit tudom én, hogy a zsidók akarnak éppen minket kiírtani, és azt mondják, hogy követni kell a hatósági intézkedéseket. De ebben a jogrendben mi sem tudunk más mondani, mint ezt. Vannak köztünk egészségügyben dolgozó vármegyések, ők jelenleg is ott az első frontvonalban harcolnak, tőlük is nyilván kapunk bizonyos információkat, vannak rendvédelmi szerveknél dolgozó ismerőseink, tagjaink, és az élet minden területén, például az önkormányzatokban is vannak vármegyések, és mindenki teszi a dolgát. Diák, hallgató, igen. Egyetemista, fiatalabb diák, meg tanárok is. Szóval igen, tehát mindenki minden, teszi minden a... szegmensben képviseltetjük magunkat. Ilyen értelemben egyébként miénk az egy jó széles társadalmi látlelet, meg mintavétel, hogy hogyan viszonyulunk. Hát nyilván mi is megpróbáltunk most a helyzethez alkalmazkodni. A kijött beszámolunkban, ugye, ami a hétvégéről szólt, a próbaidős képzés hétvégéről, ott már le is írtuk, hogy átálltunk mi is a digitális oktatásra, és próbáljuk a pozitívumot kihozni ebbe az egészben, meglátni. Föl ne borítsad, Lándzsa. Mert most végre a diákságnak van egy kicsit több ideje, amúgy meglepően gyorsan átálltak a digitális oktatásra, nagyon sok helyen. És mivel már van idejük, akkor most videószerkesztő, videóvágó tanfolyamot indítottunk a tagságunkon belül. Újságíróképzést, képszerkesztő képzést, weblapfejlesztői képzést, és egyéb képzéseket is. Például most van ideje, a legtöbb ideje annak, hogy kiadjuk a tanulmányokat, könyveket próbaidősöknek. Ezekről beszélgessünk velük telefonon, vagy akár Skype-on, tehát az interneten. És egyébként úgy, pont hogy... nagy bőjt ideje van, szóval a visszavonulásnak az ideje, mindenkinek az eldolgozásra. Igen, ez egyébként olyan is, mint hogyha ilyen isteni akarat lenne, hogy a fogyasztói társadalom nem képes visszavenni. Nagy bőjtben is ezerrel dübörög minden, senkit nem érdekel, hogy ez egyik legszentebb ünnepkör. Igen. És akkor most megmutatja magát a jó Isten, hogy na tessék, akkor tessék csak visszavenni. Hogy, és ezt se fogják fel a liberálisok, úgyhogy egyetlen egy nagyon nagy pozitívum van, hogy most legalább a liberálisok is rájönnek, hogy van halál. Hát mert igen, a halálfélelem az most nagyon erős mindenkiben, az látszik. Egyébként megdöbbentő tényleg, tehát meg lett 30-40 éves életerős férfiakkal találkozunk, és akkor mondjuk meséli, hogy tegnap ő is felvásárolta az Auchant meg a Lidlit, és akkor már nem is. Na, de várjál, de az a kedvenc, hogy úgy vásárolják föl, hogy utána úgy, hogy mazognak, mennek mindenhol. Persze, tehát minden nap persze. Esély vagy lehetősége van. Meg várjál még valamit, hogy fogalma nincs egyébként, hogy egy kenyeret hogyan kell megsütni, mert még életében nem főzött semmit sem. Ja, nem úgy kérdésed volt, de felvásárol, és a kedvencem Index cikk. Nézd már, mit csinálom a forraddal. De az kedvenc vagy Index cikk, hogy leírják ilyen tanácsok, hogy csak úgy vásárolja, tudod, hogy abból mit tudsz főzni. Igen, tehát ezt el kell mondani külön egyébként. De most egyébként én sem vagyok egy húdaraj szakács, de amikor nincs ötletem, benézek a Spice-ba, és eszembe jut, hogy na jó, ebből nagyjából ezt lehet főzni, azt lehet, össze tudom rakni a fejembe, mert egyszerűen életre valóság. Igen. De a mai modern ember úgy él, hogy van egy félnapnyi valami a hűtőben, meg egy másik a Spice-ban, és kész. És egyébként egyfolytában rendelgeti az ételt. Persze, persze. Még kirántották a lábáról a talajt, mert nem mehet el a étterembe. De most például nálunk Gutta Másiban én is fogtam magam, bezárkóztunk ide. Gyakorlatilag egyébként most is Gutta Mási területén vagyunk. Tehát itt egy ilyen kieső faluban élünk, és mi mindig egy hónapra előre bevásárolunk, mert utálunk boltba járkálni. Ezért én nem estem kétségbe. A feleségem nagyon finom kenyeret tud sütni, úgyhogy most sem változott gyakorlatilag semmi az életünkben, most annyi, hogy nem megyek sehova, de a Spice eddig is tele volt nagyjából, meg most is. Nem azért, mert félünk a vírustól, hanem egyrészt, mert falun így élünk, vannak saját lekvárjainktól elkezdve nagyon sok mindenünk, eleve. Van egy veteményesünk, hogy most már itt van a tavaszi szép idő, úgyhogy most már mindjárt teremni is fog a sok-sok zöldség. Úgyhogy aki ilyen természet közeli módon él, nyilván annak nincs félnie valója. Tehát a városban élőknek nyilván nagyobb az ilyen kitettségük, és valahol érthető, csak éppen indokolatlan. Indokolatlan, de meg hogy nem ez táplálja igazából az ő félelmüket, hogy... Már így kell. Ügyes. Csak azért mondom, mert volt ugye egy 11. akciócsoportunk, a tejfakasztós, de ja, úgy bevágjuk van, a képét, igen. Ahol azért köhögök egyébként, mert elég sok
alkoholos tetű hatására lefeküdtem a padlón, úgy aludtunk, hogy a jéghideg kövön aludtam és beküldtem egy kicsit, de most már kezdek belőle kijönni. Szóval, hogy meglett életerős férfiak rendesen rettegnek attól, hogy ők majd meg fognak halni. Tehát egyrészt végtelen tájékozatlanság, tehát hogy fogalma nincs egyébként, hogy mit jelent ez a koronavírus, és őt majd tényleg úgy ledönti a lábára, hogy meghal. Másrészt, amit az előbb mondtunk, hogy most szembe jött, életében először most szembe jött vele a halálnak a tudata, meg a halálfélelem. Igen, mert a mai először liberális ember úgy él, mint a halhatatlan lenne. Pontosan, tehát igen. Egyrészt igen. Úgy él, mint a halhatatlan lenne, mert hogy erről nem vesz tudomást, ha felhozza neki valaki a témát, akkor szektásnak nézi, őrültnek nézi. Ha bármi történik, úgyis ott van a csodálatos egészségügy, modern tudomány, ami majd kiment mindenből. Igen, aztán majd utolsó pillanatban nyilván összeomlik egyébként, tehát amikor majd jön az utolsó perc, meg óra, akkor egy rettenetes rémület lesz a szemükben. Itt javasolnánk két előadást, ami fönt is van ugye a Szent Korona Rádión, Baranyi Tibor Imre előadásai, Memento Mori és az utolsónak metafizikája, pont ezt a kérdéskört boncolgatja, és azért is tettük ki, hogy ebben a helyzetben, ebben a félelmi káoszban megy gyakorlatilag, amit már mindenki, menjetek már innen, halálfélelmet mutat, meg belekerült ilyen szituációba, lehet életében először, hogy meg tudjanak valamit nézni. Tehát amúgy ez az igaz életmentés, ha ezekkel a kérdésekkel hát tisztában lesz. Lehet, hogy ez bizonyos embereknek egyébként megnyit ez a helyzet a tudatában, hát, a tehát, lelkében. Igen, tehát én azért mondtam, hogy hál' Istennek. Úgyhogy nézzétek meg. Ez egyetlen egy pozitívuma, hogy rájönnek, hogy van halál. Mert egyrészt mondom, úgy élnek a legtöbb ateista, modern, liberális, mint hogyha halhatatlanok lennének. Igen. Másrészt egy folyamatos halálféle munkálkodik bennük, tudat alatt, ami most felszínre jött, de amúgy tudat alatt, különben nem akarna folyamatosan szépítkezni, még a férfiak is mindenféle plastikai műtétet átesni, hogy a biológiai életét azt kitolja, és a testét próbálja az örök fiatalság, igen. Külső fiatalságot így megélni. Gondolja, hogy majd a ránctalanító meg ráncfeltöltő igen, műtétekkel fog majd szembenézni a halált. Tehát a halál a szemben stratégiája az a ráncfeltöltő műtét a mai modern. Hát tényleg, mert azt hiszi, hogy ha a biológiai teste minél frissebben néz ki, minél fiatalabban, akkor ő gyakorlatilag halhatatlan. Mint ugye David Rockefeller, aki hetes darab szívát ültetésen esett át, aztán 107 éves korában mégis elvitte az ördög. Na, hát igen, tehát meg fog mindenki halni, minden lélegzetvételünkkel közelebb kerülünk a halálhoz. Ez tény, ezt nem mi mondjuk, nem azért, mert szektársak vagyunk, hanem ez tény. Ez így van, és ezt kell most tudatosítani ebben az időben. A nagybőjt utolsó felé, utolsó részét, utolsó heteire kanyarodunk most rá. Remélhetőleg a vírus járványnak is a kibontakozásának hát az utolsó tudjuk, időszakára, nem tudjuk. Vége, de nagyon sok nézet van, hogy meg álláspont, illetve elmélet, hogy mi lesz ebből a kifejlet, meg hova fog kifutni. Egyetlen honnan indult, vagy miért indult, igen, aztán hova fog majd kifutni. És politológiailag, mert ilyen szempontból is nézzük, meg értelmezzük a helyzetet. Tehát azt látjuk, hogy vannak ugye a diktatúrák, tehát a úgynevezett diktatórikus rendszerek, mondjuk Kína mondjuk az tényleg nem csak idézőjelben ténylegesen is diktatúra, igen, egy digitális diktatúra. Ott a diktatúra hátránya az volt, hogy hatóságilag próbálták eltitkolni a bajt, de aztán meg mégiscsak úrrá lettek rajta egy hatalmas káoszon, mert addigra már ez nagyon elburjázott, mire egyáltalán beismerték. Ugye persze, ez körülbelül olyan, mint a csernobili atomkatasztrófa volt. Igen, igen. Amikor bement ugye az elvtárs tartani egy fejmosás, hogy nincsen gyakorlatilag sugárzás, és mit képzelnek magukra, és gondolnak Leninre. Tehát valószínű, nagyjából igen, itt a kínai párt központban igen, is hasonló. Maóra. Igen, igen. Nincs itt vírus. Hasonló eszmecserék folyhattak. De utána, hogy egy diktatúra nagyon szigorúan megfogta az embereknek az életvitelét, visszaszorította gyakorlatilag a járványt mára, meg is fékezték, legalábbis ezt mondják. És ott betartották, tehát hogy ez az, hogy egy diktatúrában meg lehet azt tenni, hogy kihirdet valamit az állam, a kormány, hogy mondjuk ne menj ki az utcára, és ott nem mennek ki az utcára. Itt kihirdetik, hogy légy szíves, ne menjetek ki az utcára. Főleg az, felhívják a figyelmet az időszakban. Kimondottan a 65-70 év fölött kimész, és akkor hemzsegnek az utcán az öregek. A nyugdíjasok is fölvásárolnak mindent, megdöbbentő, de az is, hogy Olaszországban 11-e óta van kényszerintézkedés, és 17-ével, mai hír, ugye 17-ével veszük föl, hogy már eddig bírták, 6 napig bírták a bezártságot, ja, és újra tele van az utca. Tehát gratulálok igen, nekik. Aha. Tehát ezt jelenti a liberalizmus, amikor az egyrészt a modern izgága ember típus, az, hogy aha, nem tud otthon mit csinálni magával.
Jó, oké, városban valóban nehezebb, de akkor is van könyv, film, stb. Meg egyéb szórakozási lehetőségek. Arról nem beszél, hogy általában a demográfiai mutatók ilyenkor megugranak, mint az áramszünet idején. Tehát van mivel eltölteni az időt. És ráadásul szélsőséges esetben, mivel mi nagyon szélsőségesek vagyunk, megengedjük magunknak azt is, hogy nagyon radikális esetben még gondolkozni is szabadna. Tehát szabadna. A négy fal között még lehet imádkozni is, de erre vigyázz rá. Igen. Igen, és azt látjuk, hogy vannak ezek a nyugati fejlett országok, mint Olaszország vagy Németország, ahol szintén elharapózik, és technikailag oldják meg, tehát az egészségügy fejlettsége okán valószínűleg meg tudják oldani, bár mondom, mivel hogy ennyire liberálisak az emberek, ennyire szabad elvűek, és ezt úgy értelmezik, hogy nekik nem mondja meg senki, hogy bent kell maradni a lakásba. Persze, az egoizmus. Az ezért inkább kimennek. Individualizmus. Igen, na most itt van Magyarország, úgyhogy nem tudom, hogy fog az egész társadalom, meg az egész ország vizsgázni ebből, mert most nem csak arról van szó, hogy van az államgépezet, meg az állam, mert egyébként az állam mi is vagyunk. Tehát itt most mindenki vizsgázik, minden szempontból, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy egyrészt maga a döntéshozás hogyan vizsgázik, milyen döntéseket hoznak, illetve maguk az emberek hogyan fogják betartani a kényszerintézkedéseket. Ez kulcskérdés. Tehát én most amúgy tudatosan nem megyek sehova, már csak azért is, mert bőjt van, szeretnék elmélyedni, bár nem sikerül, mert mindenki látja, amikor a Szent Korona Rádión egészen jó kis cikkeket és egyéb tartalmakat jelenítünk meg. De mégis azért próbálunk elmélyedni, már csak a bőjt okán is, illetve hát most akkor használjuk ki ezt a remek lehetőséget erre. Így van, úgyhogy mi bátorítunk mindenkit arra, sőt, mi felszólítunk mindenkit arra, tartsuk be. Maradjunk otthon. Igen, maradjatok otthon. Na és pont, amit lehoztunk most egy tanulmányt, Alexander Dugin, ugye politikai elemző, stratéga, filozófus tollából, aki mondjuk elég optimistán áll ez a kérdéshez, mert azt mondja, hogy eleve mondjuk a legnagyobb járványnak a liberalizmust nevezi. Milyen igaz. Ami gyakorlatilag pandémikusan már győzött. Csak sajnos egy kipusztíthatatlan világjárvány. Ez már mindenkiben megtalálható valamilyen szinten. És hogy ez a koronavírus fogja lehet legyőzni. Azzal, hogy az ilyen nyílt és nyitott társadalmi utopisztikus elgondolásokat, na most ez teljesen keresztülveri, illetve a liberális állam képét, ugye, ami nem avatkozik bele semmibe, és az unipoláris világot, vagy bipoláris világot, mondjuk ő unipoláris tír, de szerintem az egyre inkább bipoláris, de lényegtelen, felváltja egy multipoláris világ, ami azt jelenti, hogy minden nemzetállam vagy állam kénytelen lesz a határain belül megszervezni saját mindent. Magát, saját a kereskedelmét, a gazdaságát. Mert azt látjuk, hogy ez a világrend, ez a fogyasztói társadalom tényleg válságban van, nem csak a koronavírus miatt, ez most csak egy tünettel, most nyilván megint itt keverjük a fogalmakat, illetve nem keverjük, mert most ide vág az egészségügyi fogalom, hogy tünet, de hogy valóban válságban volt, és ez csak egy tünete, mert hogyha itt nem lennének ilyen gazdasági összefonódás, úgyhogy Kínába gyártják az egyes alkatrészeket, azt is behozzuk Magyarországra. Valahol beleszerelnek valamit onnan tovább, megy igen, Németországból jön a nem tudom, micsoda az Audi gyárba, amit még Kínából beleszerelnek, meg vannak olasz mérnökök is, meg stb. Tehát ezért tudott ez pikpak elterjedni, mert az egész világ, hogy mondaná Orbán Viktor nagyvezérünk, egy nagy faluvá vált. Hát nem? Ha valakinek helyettesítik el a Bor Tamást is. Ő szokott ilyeneket mondani, de jó, nem csak viccelünk. Tehát ez a multikulturális gazdasági modell, ez megbukott, és még amikor csak Kínába volt elharapózva a járvány, akkor pedzegették már egyébként nagyon sokan, hogy amikor még csak a kínai gazdaságot döntötte be, hogy na most akkor mi hiába szorgalmaztunk. Mert egyébként ebből az is következik, hogy a kínai gazdaság bedöntése valójában az egész világ gazdaságnak a bedöntésével is járt. És akkor mindenki felvetette, hogy bedönt ugye az egész gazdaság a világon, azért mert Kínába gyártottunk mindent. Nincs alapanyag, nincs mit tenni. Igen, el kéne gondolkozni azon, hogy mindenkinek helybe kellett volna megtermelnie. De ezt nem szélsőséges radikálisok mondták, ezt ilyen bankároktól elkezdve nagy gyárak igazgatói. Persze. Úgyhogy ha valóban azt jelenti, hogy ezután mindenki helyi, lokálisan próbálja megoldani a gyártási folyamatokat, akkor valóban egy multipoláris világ fog létrejönni, és ebből a szempontból lehet, hogy igaza lesz a Dugin bácsinak, és valóban ez egy nagyon pozitív jövőkép. Hát ez egy nagyon optimista, pozitív jövőkép, de azért ott van mondjuk amellett az is, hogy ugye a Nemzetközi Valuta Alap az már kihirdette, hogy nagykegyesen hajlandó rendelkezésre bocsátani az 1000 milliárd dolláros hitelkészletét, amiből a világ kormányainak hitelezni tud.
Tehát igen, és ez a szerintem a legvalószínűbb forgatókönyv, bár most tényleg nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni, és kicsit átmegyünk abba a vlogger stílusba, mint hogy mindenki csinál. Hogy mi de... csak kérdezünk, vagy felvetünk. Igen, meg hogy mindenféle szakértelem nélküli elmondanak így mindent. Igen. És akkor várják rá a like-özönöket. De hogy a legvalószínűbb kifutása, hogy nagyjából úgy visszaáll minden erre, illetve arra törekszik, hogy visszaálljon, ha szép lassan is, de el fogják ezt érni. Szerintem ez a legvalószínűbb. És van még egy forgatókönyv, ami viszont a legrosszabb, hogy és már lehet is hallani ilyen hangokat, hogy lám-lám, hát digitálisan is meg lehet oldani mindent, az oktatástól elkezdve, egyes gyártási folyamatokat még nem, de a robotizációnak hála hamarosan meg lehet oldani, ezért mindent áthelyezünk a virtuális térbe. Igen. Tehát nem elég, hogy 0-24-be függünk a Facebookon, meg az egyéb virtuális csatornákon, és személyiség zavaros szinte az összes ember, már emiatt, mert hogy az ön átélése olyan szinten a virtuális valóságban található meg, hogy az már beteges. Persze. Így még inkább ez lesz, és úgy jön el a digitális diktatúrám, csak úgy, hogy Kínában, hogy megfigyelnek minket még jobban, meg pontoznak, hanem azt is jelenti a digitális diktatúra, hogy az életed minden egyes apró szegmensét már ott fogod élni. Tehát lehet, hogy ez még inkább ez a koronavírus felgyorsítja. Lásd mondjuk ezt például a folyamatot. A gyerekek mondjuk már ne vegyenek a kezükbe könyvet, meg ne olvassanak, mert hát a laptop mögött is kiválóan tudják a igen, tehát nem elég, hogy mondjuk hazamegy az iskolából, és akkor sajnos leül a gép elé, és ezt csinálja estig, késő estig, hanem most már napközben is az oktatása ott fog megtörténni, és azt fogják mondani erre, hogy na hát ez a korszerű. Hát lehet, hogy korszerű, meg modern, csak éppen káros. Hát igen. Nem, tehát igazából itt az oktatásra azt kellett volna mondani mindenkinek, hogy kifele az erdőbe, egy ilyen parkba, egymástól üljetek le 2 méter távolságra, és úgy megtartja a tanár az órát, egészségesebb lenne egyébként, mint a gép előtt tovább zombulni és kockulni. Tehát intézkedés csomagunk első és legfontosabb pontja, hogy mindenki imádkozzon, az ima ereje, ami ebben az időszakban leginkább segíteni fog, és úgyis nagy bőti időszak van. Meg amivel hozzájárulhat az egyes ember is. Igen. És ezt otthon is lehet a 4 fal között végezni, nem kell elmenni a boltba felvásárolni mindent. Istennel a hazáért című Facebook csoportot kell keresni, ahol minden nap közé fogjuk tenni az aznapi imádságot. Lehet egyébként ajánlani imát is, lehet oda beküldeni, és a legjobbakat közé tesszük, betesszük ebbe a csoportba. És minden nap 20 órakor, 20:00-kor együtt imádkozzon mindenki otthon egy gyertya meggyújtásával. És most az napi első imánkat hallgassuk meg egy vármegyés lánytól, akinek a Dorka, hanem Enikő. Istenünk! Hozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te vagy a szeretet. Eléd hozzuk most nemzetünk sorsát, örömeinket és gondjainkat egyaránt. Nálad keressük a békét, amelyet a világ nem adhat meg, és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Ma azért imádkozunk, hogy ebben a nehéz helyzetben se fordítsd el arcodat, Úrunk, szolgáid felől. Add gyógyulást a betegeknek, erőt és kitartást az orvosoknak, és minden a járványban helytálló, szolgáló személynek. Nemzetünkért és nemzetünk nevében felemeljük a szívünket, hogy a Te közelségedben megtisztuljanak gondolataink, értelmünk és akaratunk. Vezess minket az örök kivalóság útján, napról napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél számunkra. Áld meg és őrizd meg népünket, hogy általunk és közöttünk felépülhessen a Te országod. Amen. Köszönjük szépen Enikőnek, akkor reméljük, hogy minél többen beléptek ebbe a csoportba, Facebook csoportba, betesszük a linkjét a leírásba is, ennyi fér bele ebbe az adásba. További jó, kellemes időtöltést, ne pánikoljatok, ne hisztériázatok, imádkozzatok, fel a győzelemre. Köszönjük a figyelmet, fel a győzelemre.